Isti! Eneba, több mint 10.000 digitális címmel és folyamatosan bővülő palettával szolgáló digitális áruház. Hihetetlenül jó árak, általam és sokak mások által megbízhatóra tesztelve. Leírásban a link, menj rá, nézd szét! Isti kóddal 3% leesik. Oké, Bobby, nálad van fegyver? Van. Jó, benzinben hogy állsz? Jó, no. Hát egy ilyen 3/4. Jó, elmegyünk tankolni és utána megindulunk, jó? Jó. Ugyanúgy minden, ahogy eddig, jó? Oké. Rendszámot vegyük le. Rendszám off, Leo. Mire kell gondolnom? Remove plate. Akarom mondani, remove plate. Remove plate. Szerintem érti. Ugye meg kérdezi, micsoda, hogy volt? Ezért mondom. Na jó, csak akkor elvileg... Sikerült? Aha. Oké. Meg kell őt még majd tanítani amúgy. Persze. Kaja van mindenkinél, innivaló is. Aha. Jó. Benzinünk is van. Na akkor hajrá, srácok. Ja, pillanat. A fegyverem. De meg, most melyik izé? És izék, túszok? Igen, túszokat szedni megyünk. Ugye 3 lenne jó, 2 is elég már. Jó, skera, skera, skera. Bobby, elhúzott? Ajaj. Én utálom meg, igen, álljunk meg, Jenny, bazd meg. Inkább álljunk meg, bazd meg. És akkor mit csinálunk? Miből magyarázod ki? Semmi, Bobby, légy, ezt lefegyverezzük őket, hárman vagyunk, geci. Jó, akkor viszont beszéljünk egy találkozó pontot. Bobby, le kéne fegyverezni két zsarút. Mirror Park az meg van, hogy hol van? Meg. Akkor gyere oda, tesó, itt egy jobbos, következő, itt jobb. És ott a Mirror Park tónál, tudod, az hol van. És itt egy bal, tesi, bal. És itt álljunk meg a tó szélén, itt lesz a tó középen. De nem fog idejönni, nem tudja hol van szerintem. Dehogy ne, Bobby, tudod, hol van a Mirror Park tó, ugye? Már itt vagyok. Ja, már itt vagyok, akkor gyere mögöttünk. Hol van? Álljak meg. Ha ott jön. Erről beszéltem. Tessék. Várjál, még nincs vége. Jó. Skera. Ezek ilyenkor már be vannak szarva, geci. Nice, szép volt, jó. Na srácok, megy tovább, amit eddig beszéltünk. Ő viszont szerintem, hogyha meglátják a valamelyik autót, akkor elkezdenek majd időzni, szóval gyorsan kéne beszerezzünk a túlszokat amúgy. Igen, Bobby, kicsikét, jaj, várj meg minket, jó, itt vagyunk, mehetünk. Először a mi autónkat töltjük fel, Bobby, utána a tiédbe rakunk egyet. De lehet, hogy kettővel is elindulunk már a francba, az kész, jó? Oké. És azért tudja, hogy hol van a mappon, mi meg hány méter, mondani kell neki, aztán jön ő. Igen, ügyes vagy, azt sem tudom, mi a faszomban beszélsz amúgy. Na most hátra lesznek itt biciklisek amúgy. Igen, ez lenne az elképzelés, mert erre voltak. Nyilván most egy sincs. Hát tudod, melyik bolt volt az amúgy? A majd én tudom. Jó. Hello! Napot kérlek, kívánok! Jó napot kívánok! Fegyverre magára tartva kikér. Lehet, hogy megkérem szépen, sőt magamtól. Nem. Jó van. Na, ezért próbáltam. Jó napot kívánok! Telefont, rádió, tessék napot. Eldobogatni, jó? Jó van, akkor letehetem a kezem, hogy mit csinálom? Azt nyugodtan addig. Tessék ide átadni, a 58-as a kedvenc számom.
Igen. Köszönöm az akciót, kidobom. Így is jó, így is jó. Tökéletes. Tessék beszállni hátra, nyugodtan. Így van, ide szépen hátra. Oda, a motor mögé, oda, kész. Nagyon helyes. Nem. Oda be hátra. Tök kaliberrel vannak itt az ember, megy rám, hoppá. Hoppá, nem valami oda kéne. Hoppá, mennyire beülhet amúgy, nem... Pattanjon csak, pattanjon csak. Hát de a motorom az ne lesz foglalva, az kurva drága lesz. Á, Istenem, ismerjük a parád, ismerjük. Ismerjük, persze. Igen, igen, persze, hogy ismerik. Így, Charger, Venom. Az igen. Akkor jártam én ilyen autóval. Az úrnak van-e szükség a kajára, piára esetleg? Van nála Chicky Nugi meg Sprite, szóval nem köszönöm. Nem helyes, nem helyes, jól van. Még mindig jó. Fordulj vissza, fordulj vissza, fordulj vissza, fordulj vissza. Aj, elcsaptam egy motoros bassza meg. Jaj. Nem baj, jó lesz az, ha nem halt meg. Ezt tudom ki, ezt kibaszik mindenki, mert ezt rabolják el. Jó napot kívánok, jó napot kívánok. Kerekét ki lehet lőni. Napot! Anna. Hát ez már igen veszett ügy. Hát, azt amúgy kapják el mindenkivel, kibaszik amúgy, mindenkit átver fegyverekkel. Várom, jó. Mi van veled, semmi? Jó napot kívánok, fegyver van. Geszi, ez mi? Amúgy igen, hát erre lehet nyomni nyugodtan a szerelmes levelet. Tartsad, Bobby, mehetünk utána. Amúgy, ha még megvan. Megvan még? Majd el kell ismerem az ületet, nagyon jól szedjük. Kapta a gumia, kapta a gumia. Állás van, kisapám. Szevasz kis jó köcsög, napot, szépen sz... Állj, maradj, itt, tedd fel a kurva kezedet, bazd meg. Úgy, nagyon jó, fegyver van rátartva végig. Telefont, rádiót dobjuk el, vagy az aksit dobjuk ki belőle, jó? Légy szíves most. Köszönjük szépen. Átülök a másik feje, nekem körbe menjen. Látja, mi rendes az úr itt. Maga még menekül. Normális vagy? Na, Tagnád egy telefont, azt én el is kobzom. Vagyis ha szeretném, hogy odaadd, add át nekem, rádiót, ilyesmit dobjál a picsába. Már eldobtam a telefonom. Nagyon helyes, telefont is eldobtad, nagyon jó, az is jó, ülj be szépen a kocsiba. Jó. Hoppá, de ne ide. Nem oda, bazd meg. Mennyire nem oda. De sérül, szállj be te. Hogy elbe kell ülni. Szállj be először, nem tud beszállni. Nem bírok. Most már bebírsz a másik, nyilván átültet, te csíra gyerek. Kettő elég, mehetünk. Mehetünk. A motorom! Mikor nincs! Én nem kellett volna nekem a kedvesnek lenni és megállni, igaz? Tessék! Ki beszélt hozzád? Bobby, meg vagy? Meg vagy, jó. Bobby? Jön ő ott hátul. Jövök. Oké. Srácok, itt hátul kössétek be magatokat, hogy nehogy... Persze, alap. Hát az szerintem a srácnak a motoron, aki itt menekül, nem nagyon alap. Már kétszer lerekült, ugye? Úgy gondolod? Hát a motoron azért a biztonságja eléggé... Na, hát is mondjam. Akkor szerintem autóval is így... Bobby, minden oké? Valószínű. Persze. Mennyire nincs autója. Jössz, jó. Mennyire nincs neki szerintem se. Ha van benne, pont neki adtam el egyet, amit most nem tud eladni szerencsétlen. Tudom én, milyen autója van neki. Ez hadd emeljem ki, itt az uraknak milyen autója van, már nem azért mondom. Csicsás. Köszönjük szépen. Tetszik az a fekete alapon, rózsaszín gyöngyház. Azaz. A set is nagyon jó, meg kell hagyni. Nagyon szépen köszönjük, megtisztelő. Ilyen Snort, nem tudom, hogyha ismerik azt a előadót, biztos ismerik. Nem annyira. Nem, mennyire nem ismerik ők azt az eladót, mi? Eladót, előadót. Azt semmiképp. Hát, akkor hagyjuk, hanyagoljuk. Voltocska, ahogy látom. A fiúk, az lesz a menet, hogy beparkolunk. Volt elég, kiszártak, és bementek hátra majd a boltba, jó? Rendben, hú, hát azért ne úgy, nem fognak tudni kijönni onnan. Ki tudnak jönni?
Ne akadékoskodjál, nyugodtan, nem kell aggódni, mert befelé menni. Lehetek hátra, srácok, nyugodtan. Menjél velük, menjél velük, menjél velük. Szépen oda, hátra, gyere, be. Gyere egy kicsit ide, gyertek csak, srácok. Itt megvan a helyem. Jó, bárki éhes, szomjas, az szóljon. Persze, te is nyugodtan menj oda a falhoz, másik oda. Nem kell levened, de menj, nem, jó, levered, az is jó. Menj nyugodtan oda a falhoz, pontra szarom, ki vagy. Éhesek vagytok, szomjasok vagytok, akkor szóltok. Rendben. Amúgy meg, hogyha együttműködtök, semmi baj nem lesz, jó? Persze, jó. Mehet? Várj egy kicsikét. Rendben. Jaj, de kényelmesen beültél oda. Ez az én helyem amúgy, mindig belülök ebbe a dobozba, amikor itt vagyok. Na, ja, hogy már én gyanok. Rendben, értem. Megy. De nem úgy értem, hogy rám fogják a fegyvert, remélem másod, akkor is ide szoktam ülni, érted? Jaj, maradj itt, ne gyere ki innen amúgy, amíg megy. 5.40. Amúgy kimehet. 5.40. Hova menjek én? Te sehova, te maradj itt. Te maradj itt, itt jó vagy. Small, Small, ugye? Small. Igen. Te maradjon bent, ne gyere ki onnan. Vettem. Le nem telik ez a szar. Na, és akkor közben elmondom, a kérések az ugye balra szabadult, balra felszedjék az összes izét, útakadályt, és első körben ennyi, aztán meglátjuk, hogy még hány kérésünk van kettőn kívül, jó? Jó, és szerintem Bobinál lesz a suska, mit szóltok? Jó, legyen így. Bobi, vállalod? Aha. Jó. Elmondtam neki a tervet egyébként, hogy, kérdezzél, hogy merre megyünk majd. Nem tudom, miért feszül ennyire amúgy. Feszülök, kérdezzél, ne kérdezzél, várjátok. Persze, igen. Tökéletes. Na mondjad? Azt mondták magunknak, ez az első? Ne kérdezősködjél! Csak így, mert elég jól feszültnek tűnnek, meg olyan nyugtalannak. Nem kell aggodalmaskodni, ez nem terápia. Nem. Pedig ingyen csinálom amúgy, ingyen terápia. Nagyon kedves, de nincs rá szükségem. Majd amikor elkapom marssal, mert ha... Hogy a kocsidat átállok, jó, ahol kell. Srácok, valaki nem akar velem helyet cserélni? Agyfasz kapok itt benn. Nem tudunk helyet cserélni, muszáj neked tudom maradni. Hát akkor maradok én veletek sajnos, bazd meg. Szóljon már rá. Ugodj meg, ugodj meg! Tárgyalok majd én, jó? Jó. Rendben. Két autót látok eddig, akik kijöttek. Eddig. Remélhetőleg kettő is marad. Nem, három autó már. Jó lesz ez. Meg lesz itt nem a... Nem baj. Meg lesz itt az izgalom. Jó lesz. Aj. Milyen szép hajad van, tesó. Nekem? Aha. Hát nem is ennek a bánatnak itt. Köszi szépen. Fulli. Hát igen, megpróbálok mindig olyan szint választani, amit máson nem látok. Helyes. Hát, mindegy, semmi. Nem éhes, nem szomja senki? Nem, meg vagyunk. Te se? Bánat, az kit érdekel a térde, de... Az jogos, bazd meg. Faszapó bánat. Faszapó bánat. Vágom mindjárt a torkát a rábúj körbömmel. Én? Aj, baszdmeg! Ki más? Mert... Aj, baszdmeg! Sem már kikérdezett. Hát... Egyik rendőrnél egy nagy kaliber, a másiknél, másiknál egy pisztoly. Eddig ennyit látok. Ketten állnak itt a bolt előtte, van még jobbra is egy autó, meg szerintem még balra is mély. Aha, három autó van. Srácok, maradjatok csöndben! Geci, Istenem, mi a szarizgulok? Hey, hova? Sietni, mert mennék a városba. Nem lehet sietni, szépen menj vissza oda le. Oda üljél le szépen a faszomba, bazd meg. Üljél már le! Üljél le a picsádra. Úgy. Sietni, bazd meg, a faszom. Fogd már be a szádat. Geci, mi a fasz? Ezt a pofátlanságot bazd meg. Hányszor voltam én már túsz? Írtak valamit?
Nem. 300. Kétszázhúsz felett. Háromszáz? Jó, most meg gondolom 250, valami ilyesmi. 275. Úgy elviszük, mint a szar. Bobby, biztos érzed magadban a craftot? Csoda. Érzed magadban a craftot? Ahhoz, hogy ez nyomás rajtad legyen? Hogyne. Már gondolkodom, hogy hogyan, merre. Oké, okay, oké. Tudja ő, ne aggódjál. Jó, jó, double checkelni akartam csak. Jó, ez a tisztágyaló? Na, na. Nice! Atúsztárgyaló, bazd meg. Szeretem. Jó estét kívánok, uram! Bejönnék a boldog egész nyugodtan. Egész nyugodtan. Jó, de jó a hajó. Nem válaszoltak is. Nagyon szépen köszönöm. Szétadó. Na, de lökös sorít, jó? Tessék. Lejön ilyen közül az órámba, kicsit elnézést, ide a szőnyegre, ide. Jó, jó, oda a szőnyegre. Na jó napot kívánok! Na, túszokat megnézi-e? Van-e kedve? Na, jöjjön utána. Szép jó napot! Üdvözletem, uram! Jó napot, csak arra, uram! Itt lenne a két fiú. Rendben, kettő, túsz. A magánügynök. Túszokat szeretném kérdezni. Jól vagyok. Yes, sir. Mind, igen, tudják az átlag kérdés. Láttam, hogy voltak itt felszólalra, csak a szokásos akkor, ugye, uraim? Minden rendben van, minden király. Isteni, jó, akkor én megkezdem az urakkal tárgyalást. Ha megengedik az urak, szólnék esetleg a kintieknek, hogy minden rendben van, jó? Nyugodtan. Tiszteletem. A boltban kettő túsz található, mind a ketten épségben vannak. Az elkövetők jól bántak velük, hogyha minden igaz. Megkezdem a tárgyalást, és akkor hamarosan érkeznek a kérések, jó? Jó. Na, jöjjünk ki, a szőnyegre. Menjünk, ott úgyis jobb egy kicsit a levegő, mint hátul a dohos. Raktár épület részlegben. Hogyne. Ez egy nagy hit. Először is egy kis segítséget szeretnék kérni, mert nem vagyok biztos itt a dolgomba. Ugye két túszunk van, ami a rendőrségítő kérhető kérések számának megfelelő, az melyik az a szám? A megfelelő szám elmagyarázom, hogy működik. Hogyha előre kiadja a túszt, akkor túszonként négy kérése van. Hogyha utólag adja a túszt, tehát mit csinálják meg először a kéréseket, és maguk után kiadja a túszt, akkor túszonként kettő ilyen egyszerű. Túszonként kettő, tehát akkor összesen négy túszunk van, hogyha utóbbit választom. Vagy négy kérésem utóbbit választom. Igen, ugye? Ha utólag adja ki a túszt, akkor így lesz, akkor... így lesz, jó? Jó, rám, mert utólag kiadott túszok lesznek. Isten, jó. Oké. Ahogy látom, három autó jöttek, kettővel valahogy így. Három autónk van kint, így van. Három autó van kint, oké, nagyon jó. Jó, akkor az első kérésem az lenne, hogy a baloldali autót azt tegyük már át ide jobb oldalra, ha lehetséges. Azt a baloldali autót ide jobb oldalra. Azt a feketét, nem az, ami most jött, hanem a feketét. Azt a kurva, mi az az autó, ember? Hát szapó lesz. Értettem, igen. Második kérés az, hogy a baloldalon az összes útakadályt azt így vegyük el. Az tehát akkor bal oldalról az összes útakadályt is megyünk. Ez szökes drót, útbarikád, emberek, akár autók. Így van, jó, pontosan. Jó, ami akadályozhat, hogy az autókhoz kell esetni. Jó, értettem. Így van. Oké, és harmadik kérés annyi lenne, hogy kérnénk egy 3 másodperc előnyt. Jó, ez teljesen jó. Oké. Negyedik kérésként találjon ki maga valamit, fogalmam nincsen. Találjak én ki valamit? Legyen a negyedik kérés. Tudom. Játsszak magának valami szép zenét majd. Hát ja, az melyik zene? Az ez? Ez az ennek? Nem. Tudok szebbeket is játszani, elég sok van a lejátszó. A lejátszó? Van egy MP3 lejátszó beépítve az autóba, az tudunk zenéket nyomni, ha van rá szükség. Jó, hát akkor az tökéletes utolsó kérdés. Ennyi bőven elég. Rendben. Jól van, uraim, átadnám a kéréseket. Kettő túszuk van, mind a két túsz utólag fogják kiadni. Átadjuk az ötös rádióra, jó? Akkor megyek oda én is.
annyi még annyit mondjon egyébként, hogy úgy fognak kimenni a túlzok velünk együtt, pedig fegyverez rájuk tartva, hogy be nem ülünk az autóba, jó? És el nem indulunk bármilyen rossz mozdulat, akkor ott persze, van a világ. Jó, rendben urak, mondom a kéréseket, hogy az urak mit találtak ki. Első kérés, hogy a 220 van, utóla fogják kiadni őket, ki fognak velük sétálni, és négy kérésük lesz, ez eddig jó, tiszta, ugye? Jó, rendben. Gyerekek, közben annyi, hogy úgy megyünk ki a túszokkal, hogy fegyverezt rájuk tartva, addig, amíg belemegyünk a kocsiba. 3 másodperc előny, balra megyünk, oké? Vettem. Ennyi. És meg jelölöm, hogy hova. Nekünk, Bobi, te meg előre mész, jó? És oda mész, ahova akarsz. Csak old meg, aztán ennyi. A harmadik kérésük az az, hogy legyen 3 másodperc előnyük induláskor. És a negyedik kérés az pedig az személyesen tőlem, hogy valami szép zenét játszott nekik az út közben. Egy szép zenét játszott nekik út közben. Meg fog valósulni, ezt tudom garantálni az utolsó kérést. Már csak azért megérte. Egy pillanat, tárgyalunk. Jó, nyugodtan. Rendben legyen úgy. Egy kicsit alakított az akcióvezető a kérésekkel, hogy az nekünk is megfelelő legyen. Ő annyit szeretne, hogy az első túszt kiadja előre, az urak kiadják előre az első túszt, azért kérhet 4-et. És akkor a második túszt használják csak biztosíték túszként, valamint a 3 másodpercre. Mert, nem is tudom, az akcióvezető úgy fogalmazott, hogy ez így jobban nyugtatná a lelkét, hogyha mi is látnánk valamit még mielőtt bármi történik, és maguknak is maradna egy túsz, amivel tudnak még garázdálkodni, amikor jön neki fel. Jó, tehát akkor az első túszér, akit kiadunk előre, az. Ezeket a kérdéseket, amiket mondott, teljesítjük. Az megvalósul, és a második túszér jár a 3 másodperc, igaz? Így van. Plusz a zene, úgy azt ne felejtsük el. Plusz a zene, nyilván a zene, az fontos. Nagyon fontos, jó. Így van, tehát most előre kiadnak egy túsz, és teljesen fognak a kérdések, amiket kértek. Jó, legyen így, akkor hozzam az első túszt, jó? Rendben, belementek, hozzák az első túszt. Küldd ki ezt a bánatot, jó? Megy az már magától is, bazd meg. Gyere, kisfiam. Csöves bánat, és lássalak. Ennyire volt jó a fiú, köszönjük szépen. Nagyon jó fiú volt. Istenem. Jó, rendben. Ez mi a faszom volt amúgy? Megvárom, mint teljesül. Elve a teljesül. Kérdések, ahogy látjam, a pakolás el is kezdődött, az autó is mindjárt átparkol. Túsz teljesülnek a kérések, hogy láttam, hogy is kezdték, ugye? Igen. Látok a dobozba, kicsit beállt a derekat. Persze. Köszönöm, leülök akkor ide a... Jól van. Nekidőlök ide a széfnek, jó? Nyugodtan. Köszönöm szépen. Tudjuk, intézzük. Rostás urat ismerjük már, jó? Tehán úristen. A gyerekek, a második túsz, akkor velünk jön ki, úgy, hogy elmondtam, fegyver rá tartva, míg el nem indulunk, 3 másodperc előnyünk lesz, balra megyünk, oké? Vettük. Nagy a hit, nagy a hit. Bobby, vetted? Oké. Hátáll a chief. Lesz, yes is chief. Jaj. Intézik a túszt, jó? Jaj, jó, értem. Jó, akkor haladjatok egyszer. Ez szinkles, csak szopás lesz az autópályán az autó ellen. Mindez az jó, hogy a Bobby viszi a pénzt. Ő neki gyors kocsija van. Ez így azért sokat nyugtat. Ezek Na, lesz nyomás rendesen. Biztosítva már. Az ember beizította. Az utolsó túszta ki is sétáltnak bármiféle probléma nélkül, 3 másodperc előtt volna kapni, hogy azt kérték. Én pedig, hogyha megengedik, egy kicsit előre kimegyek, hogy összeszedjem a cuccaimat, és beszássak a gépjárművembe. Nyugodtan. És akkor megyünk, amikor nekünk tetszik. Jó. Hát akkor élmény volt magával, uram. Élmény volt, viszont elkezdik. Rendben, viszont. Na gyerekek, most Jenny. Akkor menjünk, amikor akarunk, szóval szerintem hozzuk, és amíg be nem ülünk az autóba, minden nyugodtan csinálunk, 3 másodperc után fognak ők elindulni. Jó, a cucc pedig már a megfelelő helyen, igaz? Milyen cucc? Yes. Tudja, ja, igen. Jó. Igen. Jó, hozzuk a túszt. Bobby, te kimész előre, jó, és még nem indulsz el, csak egyszerre indulunk kell, te úgyis gyorsabb leszel, jó? Jó. Hozhatjuk. Oké. Okay. Na, akkor lehet menni szépen, lassacskán, komfortos, nagyon jó. Képzelem, azaz. Érzik a fél... Úristen, beragadtak, bazzik. Igen. Külőjümöt le kéne adni azért, nem azért mondom. Sok sikert, uraim, sok sikert.
Még ne indulj, mert kicsit... Aha, azaz, kösz. Let's go, guys! Te zseni, bazd meg! Szopás lesz, ha a... Jelölted? Jelöltem, igen, azon kijelölve, nyugi. Azon kijelölve. Ez ennyivel gyorsabb a rendőrautó? Igen, jól látott a show. Nem muszáj ott belemenned egyébként, amit kijelöltem, ha nagyon közel lesznek, amúgy akkor mehetsz tovább, és akkor jelölök más, csak a... nézzük meg, hogy addig. Addig próbálj valamit trükközni, hogy... Alagút lesz, tudod, jó, majd itt jó, előtti. Rendben, bazd meg. De hát a show, ez nevetséges amúgy. Miért? Hát nézzek. Ti azt tudom. Én tehát mehetek? Micsoda, persze. Tudottam. Tökéletes, tökéletes. Mekkora move, mekkora move. Óriás, ez lerátok. Fogalmuk nincs, tesó. Egy kis féket majd iktassuk. Nem is kell fék, tartod gáz, tökéletes. Szerintem nem menjünk be ott, tesó, nagyon közel lesz. Nem megyünk be, persze, én már terveztem. Menj egyenesen, csak a pályán, körözzünk a pályán, úgy csak fel neki jutol érni. De utol fognak, tesó, hát csak visszafogják magukat amúgy. Nem fogják vissza magukat, menjél, csak nyugodtan, nyugodtan. Bekötötted magad? Nyomod neki, bika vagy. Bekötötted magad? Be, aha, jogi. Minden oké, Bobi? Igazadban. Aha, egyelőre igen. Jó, okay. Nyomja, rajtunk van mondom kettő, nyomja, ne foglalkozzál velünk. Bemenjek ide a izékbe? Az is jó kis utcákban is jó, tökéletes vagy. Várjál, tudom, hol lehet, várjál. Az óvatosan ne törjük össze. Nyugi. Azaz, jó, nyomod. Harmadik felszólításnál lőhetek én is amúgy. Vettem. Aha. Jó van akkor. Oh. Nyomjad már. Jaj, tesó! Lesz majd egy balos most. Ez nyomod szép még, volt amúgy. Á, tesó, hát ez... Jobb, tesó, figyelj, visszafordító, jobb. Éles, jó. Most. De ez földúr, tesó. De... Jó, majdnem bemenj, nyomjad, majdnem bemenj. Jó. Most. Nem. Akkor majd innentől kezd rád bízom. Jó van, legalább a zenész kikapcsolta már. Igen. Bobby, everything all right? Leráztad, vagy még rajtam? Nem, még rajtam van. Ah, jó, rajtunk. Stabil, bazd meg! Legalább neked sikerüljön, faszi! Azaz, tapasztaltak ezek, nem kell őket félteni. Nem kell. De tesó, rajtunk már csak egy van, legalább. Aha. Most ilyenkor mi van, ha nem volt még felszólítás amúgy? De soha amúgy faszom tudja! Nyugi! Mókolj majd! Nyugi, itt el fogunk menni balra! Jó, figyelek! Figyeld! Az a katonabázis egyébként, csak úgy mondom. Oda nem megyünk akkor? Jó, akkor jó, oké, pont jókor szóltam. Igen. Itt viszont majd a híd után, majd el tudunk menni egyébként balra. De az is földút, nem? Nem, az nem földút. Majd szólok mikor. Nem-e a híd után? Igen. Ott a másik is, tesó, ne aggódjál! Itt ahol a benzinkút lesz, majd balra látod, itt a GPS jó. Itt el tudsz menni, hogy nyomsz egy balost. És menj fel a benzinkút, és állj meg, fékezd meg. Nyugi! Így, jó. Jó, ez így, tessék. Egy megvan, majdnem mindkettő meg volt, gyönyörű volt. Igen. Most figyeld a vezetésre, tökéletes vagy. Eddig is az volt. Sok értelme nem volt. Nem. Bobby, mi a helyzet? Bobbyt elvesztettük, azt érzem. Hát ez... nem Bobby? Tudom, hogy meg lesz-e. Nyomod, bika vagy, bazd meg! És ha nincs már senki mögöttünk, nyomjad neki. Nincs már senki mögöttünk. Jelöljek egy hákút amúgy. Várj egy kicsit. Valahol el kéne bújni, nem? Igen, várj, én mondom, hogy hopp. Ide lemegyünk. Jó, menjünk ide. Bazzagod, nem lehet beállni, de. De be lehet. Motor le, nem látszódjunk, szálljunk ki.
Szálljunk ki. Vetkőzzünk le? Levetkőzzünk? Geci, tesó! Nyugi, nyugi, elmentek. Csí. Jó, én azért beülök, nyugi. Oké, motor, még ne induljon. Nem. Bobi, megvagy? Még igen. Jó, de még én utánad, mert mi most időt elvonunk. Terázni őket. És nálam kell lenni a kurva pénznek, Geci. Én ma ezért mondtok. Vidéken kint egy faház mögött, benzinkútnál, itt a favágó útvonal közelében. Favágó útvonal közelében vagyunk, ja. Te merre vagy? Itt vagyok mindjárt városba. Nagyon jön. Jó. Azonban egyértelmű volt nekik, hogy nála van a lóvé. A kocsi miatt vágod. Igen, nálam kezdve legyen a kurva Isten, igen. Faszát beleverem. Ez hülye ötlet volt, mindegy. Igen, de nem baj, egyébként jó volt. Hajrá, Bobby, hajrá! Dicselni kéne valahogy kocsit, nem? Az mit jelent? Hát valahogy le kéne valahogy passzolni, vagy nem tudom, valami bublikhoz kéne menni, vagy nem tudom, mit kéne csinálni. Jó, ez a hirtelen sávváltás talán így működik. Jó vagy, tökéletes, tökéletes. Megoldod. Hogyha van egy kis előnyöd, akkor próbálj meg valahova bemenni, valami kis utcába elbújni, bármi, kiszállni az autóból, az is jó, ha felfutsz valahol, tetőre felmászol, bármi. Van egy kis előny. Elszállt! Nice! Mi vagyunk a pozíció? Nice, jó, szép vagy. Valahogy bújjál, hogy legyen egy kis idő, amíg feladják. Igen, valami parkolóház vagy ilyesmi. Megoldja őt, és megoldja. Van olyan szeme neki, hogy megoldja. Van, az kajak, ja. Most már vannak olyan szemgolyói. Ja. Egyébként a zenét azt a végén én kértem. Tudom, de soha hallottam végig az egész beszélgetést. Ja, de mondtam neki a végén, hogy ne legyen szép, próbáljuk meg úgy, hogy ne kelljen fizetni érted. Te hülye vagy, Geci. Amúgy hallott, tesi? Én egyelőre meg vagyok. Jó vagy, szép vagy. Jó, egy kicsikét chilleljünk, jó? Mindenki, mi is csak chillelünk, te is chillelj valahol. Jó, hát itt engem nehéz ezt megtalálni. Jó, nagyon fullos. Jó vagy. Vagyok egy ilyen domb tetején. Mi megpróbálunk elgurulni egy publikus garázshoz, jó? Jó. Elgurulunk egy publikus garázshoz, és utána... nem tudom, szerintem elmegyünk a hákúról, vagy elmegyünk érte, csak akkor a kocsidat marad, de azért majd visszamegyünk valamikor máskor. Jó. Csak akkor meg küldj a Smallnak SMS-be egy koordinátát, és akkor oda megyünk majd, hogy hol vagy. Nekem nem tudja a számom. Lehet, hogy most küldök. Akkor mondd, hogy kb. Hol vagy, mert nem látom a saját telefonszámomat, szóval csodálatos. Jó. Hát ahol menekültünk, bolt mellett, tudjátok, van egy ilyen UFO-s park. És az fölött van egy domb. Hát ilyen... nem is tudom, mire hasonlít. Vedd ki a mergát, és ezt pedig itt hagyjuk a fazba. Jó, hagyjuk itt fazba. Bobi, mondd te a számod, és küldök egy üzenetet. Jó. És akkor, na mondjad, figyelek. 954. 954, kötője. Kötője 9725. 9725. Ment egy A betű elméletileg, jó, tökéletes, arra küld a kordit. És megoldott, behugyozok amúgy. Jó, hát az is kellett, hogy ne tryhard olyanak a rendőrök amúgy. Hát bolthoz közel vagyok. Megyünk érted, és akkor elviszük a hákúra a lóvét. Jó. És akkor utána visszajövünk majd a kocsidél valamikor, az kész. Várjál csak. Mi a baj? Ja, még Bobby addig vetkőzle. Mi a fasz? Hát nem tudom levenni a felsőt, az van alatt a geci. Leszarom, ez így most levettük. Jogos. Ja nem, elbasszuk, várjál, nézd csak. Úgy. Pólót kell. Azaz. Jó, a többi maradhat. Vetkőzz majd le, a felsőt vedd le majd Bobby meg a izét is, a maszkot.
Levettem. Nice. Magamat, az még hátra van. 37 000 volt a mosolypénz amúgy. 37 000 volt a 37 000 valami, aha. Ez lófasz, geci. Azt hittem ilyen 100 000 legalább lesz. Nem. De te jó, a jó lóvé az. Jó lesz az. És akkor ez most... Ez még koszos pénz, ugye? Igen, piszkos, ja. Ezt el kell mindig mosni, amit vagy tudok, hogy hol van, vagy nem. Az epizód végéhez érkeztünk. Hamarosan folytatás következik. Jöhet az out? Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába! Na csáá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 á